Szervusztok, szép jó estét, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek. Ma ismételten játszunk élőben, egy baromi jó egy óra lesz. Hú, de csúcs szuper! A Mafia 3-mal ugyanis biztos vagyok benne, hogy nem fogom befejezni a mai nap folyamán, mert hát igazából ez még csak a 26. 7. rész, tehát simán berakhattam volna akár a szomszédoknak, vagy a Dallasnak is a zenéjét az elejére, mert ez ilyen vége láthatatlannak tűnik ez az egész, és még hogyha ránézek az objektumokra, az objectives-re, na mondom, ránézek az objectives-re, igen, itt azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, na már csak 4 van, eddig 5 volt, most már legalább egyel fogyott, de aztán az, fú, hát az bármikor bejött ide újabb. Jaj, már rohadtul unom amúgy ezt a játékot, amúgy így nem rossz, csak igazából, ha mondjuk fele ilyen rövid lenne, de tudom, hogy végig lehet vinni valamit, így is valami tizenvalahány órás, tehát hogyha valaki ilyen nagyon profi módon végig tolja, tehát tényleg ilyen mindent elsőre, meg nem gondolkodik, csak megy, lő, gyilkol. Szevasz, szevasz. Hát most sajnos nem tudok segíteni, mert most éppen játszom, nem tudom, hogy látod-e. Szóval a lényeg az, hogy igazából a... Ugye nagyon hosszú, és nem is az, hogy hosszú, hanem... Tehát igazából a sztori sem annyira, tehát értem én, hogy nagyon sok embert ki kell nyírni. Ja, hello! Ja, szevasz! Azt hittem, hogy help! Szóval nagyon sok embert ki kell nyírni, amíg eljutok a fő gonoszig, nevezzük így, vagy fő geci, de... Hát ez már sok, és ráadásul igazából ugyanazokat kell végigcsinálnom, tehát... Értem én, hogy több különböző embert kell megölnöm a fő gonoszhoz vezető úton, de hát a módszer is szinte ugyanaz a gondolatmenet, hogy okozz előbb kárt neki, és akkor utána majd őt interrogáld, meg... Ha beégett a kijelző, hát... Kijelzőcsere. Azt teheted vele, ha beégett, az beégett. Azzal sajnos nem tudsz semmit csinálni. Sehogy. Azt ki kell cserélni. Sajnos, az olyan nincs, hogy beégett kijelzőt visszaégeted. Legalábbis én nem hallottam olyanról, de aztán lehet, hogy van. Na. És be kell ide jönni? Ja igen, ide kell jönnöm ez a valakihez. Hova? Oda föl? Aha. Persze. Hát mászok én emeletet is. Most mi? Ja, erre. Hát nem ismerjük egymást, de most már igen. Na. Mondjad. Yeah. These Marcano cats. Man, they got this dude called Two Dicks Peralta running a sports book out the Wilcox Saloon. Comes up to me while I'm sparring. Tells me I gotta go down in the fifth. Or else. What'd you say? She told him kiss my ass. Hát bírni bírja a kijelző. Tehát az még, hogy beégett, ott még nyilván ugye működik, csak beleégett. Már egy bizonyos ponton, vagy akár több pont, vagy egy hát, grafika is akár, vagy egy nagyobb terület. De hát az jobban nem lesz. Hát az, hogy meddig, hát ezt... Kettőt és könnyebbet. Ezt nem lehet így előre megmondani. Az is lehet, hogy maga a kijelző be fog szarni, és megadja magát. De azért, mert be van égve, azért nem fog önmagában attól még használható lesz. Tehát a beégés az nem jelent semmit. Na, mit kell most csinálnom? Várjál már, most nem tudom, hogy mi van. Ja. Na, interrogálni kell. Már ezt hiányoltam. Így van, végre kihallgathatunk valakit. Engedjél be oda? Indexeltem, köszönöm. Na, menjél már odébb. Te is a kis... Ja, hogy itt vagyunk. Aha. Tehát, megvan a következő autóm. A betyárja, de jól néz ki, ezzel fogok el vonulni. Viszont supply kell, hát mondjuk van mindenem elvileg, mindjárt megnézzük, hogy töltsük föl. Más nem is kell, csá, na.
knows the deal. He goes down in the fort and everybody's happy. You don't expect he'll get froggy with it, try to go the distance? Yeah. He's a friend. He talked it out and he knows he's got maybe a couple more friends left in. Aha, Na jó, na jó, 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 ne dumálj már annyit. Remélem, hogy elindul, erre fog elindulni a csávó, és nem valahova be a kertbe. De persze, hogy a kertbe indul el, bazzeg, mindegy. Itt most mit tudok csinálni? Ez jó, hát ezt így kellett igazából csinálni, nem így akartam, de... nem ölünk meg senkit. Hát igen. Most valakit ki kell menteni, de hát megyünk ezzel a kis csini sportautóval. Azt a mindenit, kipörög a kerék, most fogom összetörni. Ott van még egy. Nincsen egyedi autóm, hát ez szomorú. Azt hittem, hogy ez valami kis izé egyedi sportautó, de hát ezek szerint tökre nem. Rögtön a következő sarkon találkozom, hogy ugyanilyennel. Na szép. Nem érünk rá. Azt ott mennyi piros... piros ember van ott a térképen, itt meg egy rendőr is. Jó napot. Nem mentem át a piroson, vagy megadtam a jobb kezet. Merre? Hol kell? Ja, itt kell. Jó. Fú, de rohadt messze van. Valakit ki kell menteni, vagy meg kell menteni? Valami... nem tudom miért. Az előbb még ott volt, hogy két embert kéne kihallgatni, hát gondolom majd... ja, hát... nyilván majd... ó, bassza meg. De nem tört össze a kocsim. Vagy hát legalábbis nem látom a... nem látom itt a... jaj, de na... figyeljünk már oda. Nem érünk rá, nem érünk rá. Jaj, jaj. Júj, a kis autó. Jó helyen jövünk, jó, oké. Nézem, néha nézem a térképet is, úgyhogy jó irányba jövünk, de abszolút jó irányba. Úgy lefékezel ügyesen. Jaj, már megint ilyen izé földutakon megyek meg. A világ végén. Ups. Mondjuk itt még aszfalt van. Van még közmű is, úgyhogy remek. Na, menjél odébb. Mi az erre az izé? Az ilyen kis autótulajdonosok vannak? Vagy... juhuhuhi, ha-ho-ho-ho-ho. Nyugi, nem kell eldobálni az esernyőket, hát esik az eső, hölgyeim. Amortizálom a kis autókat, a kis bogarakat. Na. Hát de, kitört az egyik izé világítás, bassza meg. És most mit kell csinálni? Mi most a... mi a feladat? Rescue Eddie Kenner. Hát ezért így egyszerűbb. Egy, ott a másik. Hát szerintem itt mindenkit ki kell majd nyírnom. Igyekszem, igyekszem.
Persze, hogy a fa mögött kell megállnod, bakker. Na, ott az a kópé. Abban essél már le, bazd meg, hát ne viccelődjünk már! Csak ne vegyél észre, én meg nem akarok a vízbe esni. Na, kik vannak még? Még ott vannak kópék. De hát ezt az embert, ezt szerintem itt le tudjuk lőni. Úgy. Annyira jó ez a hangtompítós, hát én el vagyok ájúva ettől a hangtompítóstól. Egy csodaszép hangtompítós fegyver. Na, és akkor ott van bent a... Ben valami csávó. Ott beszélget másik két csávó. Hát itt nem látok semmit. Mindegy, próbáljunk meg innen menni. Próbáljunk meg megölni mindenkit. Most én ilyen gyilkolászós kedvemben, de nem tudok meg... Ó, várjál, ja, oda... Aha. Csak az a baj, hogy közben besötétedett, és amúgy én se vagyok annyira túl világos, de... Hát tudjátok, itt hazamegyek. Nem érdekel. Nem látok már nagyon... Hogy volt? Ja, ott. Aha. Na. Ott lehet bemenni. Na jó, azok mindjárt elbúcsúznak egymástól. Szevasz, Levi King! Üdvözöllek! Na, igen. Beszélgessetek már gyorsabban. Igen. Az ott húgyozik. Azt vizelés közben fogom meglepni. Jó. Tehát ő ott áll, az oda megy. Aha, az is húgyozik? Nem, az nem húgyozik. Jó. Így, és akkor már csak ez az egy kópé maradt hátra, de oda nem tudunk máshogy bemenni. Csak föltörni tudjuk a... Ja, hát, de így is jó. Nem tudsz bemászni? Jó, na faszom. Hát akkor föltörjük, most már tök mindegy. Már hogy minek nézzek utána? Hát figyú, kb. Ugyanannyira tudok. Ó, szegény. Ja nem, ott, ja jó, bocsánat, nem. Ho-ho. Van így Zsozsó. Na gyere. Most mit kezdett csinálni? Hát gyere már. Hogy kell megmenteni? Hám írta, hogy az Hát figyelj, ugyanannyira tudok utána nézni, mint te. Írd be Google. Ennyi?
Vége van? Most futunk? Vagy milyen faszt csinálunk? Hogy beindult? Azért ahhoz képest, hogy izé... Hogy ott gubbasztott szegény. Hát... Jó gyors, begyorsult az öreg. És hova szaladsz? Ja hát jó. Ez most hova szalad? Mit csinálunk? Menni akarsz? Ott krokodil van. Azt a rohadt. Lőjük már le a krokodilt. Ho-ho! Azt a krokodilt is. Ja nem, most oda-vissza szaladt. Hát ezt én nem értem. Na gyere már, akkor bazzeg. És most ő jön. Most ő nem jön velem? Vagy mi van? Ezt nem kell őt elvinnem? Haló? Csukd már be a szá... Hogy nézel ki? Tiszta vér az arc. Nem jó, hát nekem tök mindegy, akkor maradj itt a krokodilokkal. Érted, megmentem és utána itt marad. Én velem jössz? Á, nem, menj csak. Ez kiérti? Na, kill 2x, két pöcs. Hát akkor itt hagyom, hát... annyira nem érdekel, tehát, hogy... Ha neki itt jó, azt mondja, hogy ő el van. Lehet, hogy itt lakik. Lehet, hogy ezek jöttek ide. A rossz fiúk jöttek ide. Ja. Ez meg nem ugrik el. Azok, akiknek nem kéne elugrani, azok elugranak, meg eldobják az esőnyőket, ez meg megy. Ész nélkül. Na. Megint rohadt messze vagyunk, és megint egy csomó idő el fog azzal menni, hogy átautókázunk az egész városon. Hüháj! Szar kis izéhidakon. Az. De azért egészen ez egy masszív híd. Ez még mindig, még mindig jobb állapotban van, mint a Lánchíd, úgyhogy... Most merre? Hogy van? Nyugi már. Na, ez például beugrik a kocsi elé, ez egy igazi öngyilkos jelölt. Uh-huh. Na végre civilizáció, part az oszlop mellett elférünk. Jaj, júj. Hát ezeket kicentisztem. Azt hiszem, ott átmentem valakin, de... Bocsánat. Ha nem dudálnátok, hanem mondjuk a féket, vagy a gázt használnátok, valamelyiket, vagy húzódnátok félre. Nem, dudálnak. Hozzá ki vagyok segítve valamire. A dudáljá, gyerünk, dudáljá te is. Ja, most mit kell csinálni? Valakit meg kell ölni, nem? Júj. Kill. Aha. Ott. Ho-ho, mennyi jó madár van. Nyugi. Nem bántalak, nyugi. Próbálok keresni, mert például... Hát, de jól elfenébe. Nem tudok oda bemenni. Nem tudok. Ez itt ez sem bejárat. Csokolom. Ott az nem. Az sem nem. Hát itt most én megkerültem az egész épületet, de... Nem az semmi. Jaj, ne már, most ezért... Ó, bazzeg, ne már.
Ő rossz fiú, nem? Úgy. Úgy, még van bent egy baszeg. Mi az a nyám ez? Amiben kinyírok mindenkit. Kinyírok mindenkit, aki itt van. Baszki! Aj, hogy az anyámba vettek észre. Hát nem baj, akkor megyünk erről. Nem pocsékolunk ugye izé töltényből, mert... Jó, na mindjárt jön ki még egy. Nem jön ki? Itt kéne legyen. Úgy fölöttem van. Lehet, hogy fölöttem van. Uh-huh. Aha, most jön, ott jön még egy. Hopp. Jaj, ő is mindjárt észrevesz, hogy úristen, itt van egy holttest. Jaj, jaj. Itt van plusz egy holttest. Jó, ő is kijött. Na, és akkor igazából nem marad olyan sok. Jó. Na de akkor most már csak ez a kópé van. Nem, ott van kint az utcán, bazzeg. Gyere már be. Hát nem így akartam volna megölni, de mindegy. De jó lesz így is. Hát azért itt van egy kevés pénz. Jaj, de szép. Hát micsoda összegek vannak már itt, kérem szépen. A rendőrség az nem látott semmit. Azt a betyármint, mennyi pénz. Na nem is kell akkor nagy izé. Damage. Sőt. Na mindjárt jön ő is. Ugye észrevesz, hogy... Hajjaj! Hú, hát meghalt a főnök. Ja nem? Jó, hát ő... Akkor ő elmegy, akkor nekem az is jó.
mindent szétverünk, bazzeg, nem érdekel. Jó, ennyi elég. Így, ni. Ezzel végeztünk is, köszönöm szépen. Annak az egy embernek az életét megkíméltük, mert ő balfasz volt, és nem talált meg senkit. Legalábbis engem nem talált meg, úgyhogy... Jaj. Aha. Ennek már komoly dudája volt. Ez nem olyan, mint egy sportba fingó. Ez itt. Nem. Ja, és most meg... Ja, és akkor most jön majd, hogy konfrontálni kell valakit. Fogadjunk. Fogadjunk, hogy ez lesz. Most nem tudsz már sprintelni? Elfáradtál a... Nem tudsz sprintelni. Ez meg itt áll. Így van. Elásztál, döcsém. Pulled his gun, waving around, dance as bones. You go on and get back to training for that fight. I'll deal with that asshole. Go on. That asshole Two Dicks is waiting for you. Na gyerünk. Hát most ilyen kocogósabbra vette a tempót. Jó, hát ez Lincoln is emberből van, elfárad. Na most mit kell? Konfront. Johnny Two Dicks. Penetra. Jaj! Na! Na! Álljam egyenesbe! Mindjárt leserélek egy ilyen kis izére. Szüttyögő hangú. Van a kis Mini Cooperre. Jaj, bocsánat. Valami szösz. Jaj, valami irritálja a torkom. Úristen, mi lesz ez? Ma megint. Kevesebb. Még az AK-ból nem is kell... Nem is kellett izét használnom. Na, hogy vagyunk? Hát azért nézzünk körbe, de... Tök fölösleges. Aha. Meg, de sokan vannak. Nem, de Szentrit akkor is ki kéne nyírni, de ő szerintem ő...
This ain't the safest neighborhood, man. You all right? Valahogy úgy kéne... Igen, mert látom, hogy vannak... A hedegés, a civil is van, úgyhogy valahogy úgy kéne megoldani, hogy... Járőröznek tovább. Észrevett... Valaki észrevette, de... Uh-huh. Na, azok kint vannak, tehát mondjuk az úgy jó. Ezt kéne még eltenni láb alól. Hát szerintem megvan a megoldás, legalábbis én úgy gondolom, hogy megvan. Gyere, ez, hogyha elfordul. Ez egyszerű volt. Én, vagy csak én fejlődtem ennyit, szerintem nem. De hát ez... Gyerekek. Na most akkor, ja, jönnek a izé hisztis picsogó. Most szólunk a vitolónak. Mennyi pénz van ott, hát ezt felvesszük. Azt erre fel kellett volna venni a picsába. Szóval, hát mennyi? Bementem hátul. Mennyit öltem meg? Egy embert ott a legelején. A Sentryt. Kettőt. Plusz ugye a boss-t. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Ügyi vagyok. Itt is még van egy jó bő 25 perc a játékból, úgyhogy simán most még egy izét, egy fejezetet még gyorsan kipörgetünk. Ez ugye... Before they know it, they're standing there all alone, ass hanging out in the wind. Jó, azt én értem, hogy ezek igazából mindent megölni előbb, mert ha most a Marcanóval kezdeném, akkor több tucat venni át a helyét, tehát így adnék egy pofont a kakának. De én azért ide bemegyek, és úgy elvinném azt a pénzt, úgy szívesen. Esetleg, köszönöm szépen. Meg ugye, hát ne feledkezzünk meg arról, hogy fönn is van egy kis zseton.
Azt hiszem itt is kell legyen. Így van. Hát azért lehajolunk az apró pénzért is, mert miért ne? Na. Ja, hogy itt egy korlát van, csak én ezt nem láttam. És ilyen korlátozott. Én bejöttem volna innen is. Ó. Ez hogy van? Ja, hogy ez ilyen... Aha. Jó, most már látom. Na mindegy. Jó, ott áll az autónk innen. Menjünk. Menjünk, ennyi volt. Köszönöm, kettő. Több lóvé. Fú, de azért azt a... Nem, azt a pénzt inkább én berakom most a bankba. Az melyik? Melyik? Ez, ugye? Na. Ha esetleg, hogyha izé depozitba tettük, így van. Ha megölnének, ami mondjuk nem áll fönn ennek a veszélye, de na, mégis. Hovazd meg. Na de, akkor fönnáll a veszélye, igen, hogyha már egyből a kezdésnél neki megyek a izének, az oszlopnak. Remekül. De azért 20 éve van a jogsim, úgyhogy semmi gond. Jó, mondjuk nem láttam ezt az oszlopot. Az ilyen széles utakat szeretem, itt lehet rodeózni. Nem áll elém senki. Jaj, merre kell mennem, nem tudom. Oké. Okay. Megint egy öngyilkos jelölt. A Mafia 1-2-ben ezért már rég izé üldöznének a rendőrök félmillióan, de ezért meg gyorsan hajtok. Itt nem kell. Ennek nagyon örülök. Itt a kis nő, de dudálj rám egy picit. Pici. Jaj! Most már lassan azért. Hol vagyunk? Itt kéne bekanyarodni, ugye? Ja, hát a izével kell beszélni, nem a... Itt van a Donovan. Donovan ezredes. Vagy őrmester, vagy... Ja, tényleg. De... A szép, így van, így kell edzeni. Ó! Hát nem így kéne akkor edzeni, hát olyan hölgyeket azért, na... Got blood on your shirt. Cut myself shaving. There's something that you need to hear. Alvarez surfaced. Intercepted this call a little while ago. Mintha egy... You mind translating? Egy spanyol bajnoki labdarúgó mérkőzés. He's ready to hightail it back to Cuba. Wants his dear uncle Zaraga to come rescue him. And what did Zaraga say? He told them to meet him at the lighthouse on the southern edge of the bayou. They'd send a boat to pick him up. I'm guessing that was a lie. Zaraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them go way back. As soon as Zaraga hung up the phone, he called Sal and told him where he could find his nephew. Which means I need to get down there before Marcano's men. Sal's not gonna fuck around when it comes to Alvarez. Make sure your shit's squared away. Tehát most valami olyan csávót fogunk keresni, aki biztosítja a kaszinónak a izéjét, a tehát biztonságáért felel. Valami volt rendőr, Álvarez. És ő betolt tőlem, és menekülni akar. Hát ki nem akar előlem menekülni, amúgy is a való életben, csak amúgy a belem miatt. Ops, menj odébb, hát be akartam... Oh.
És most időben kell valami nem torony ez mi, ez világító toronyhoz odaérni. Hogy gondolom. Ja, ott ide is a goat. Rescue. Egy rescue. Megmenteni. Megmenteni. Nem izé. De az Álvarez ez nem genyó. Azt hiszem, hogy őt kinyírni kell. Na mindegy. Hát megmentjük. Mentés, ölés, nekem új egy kutya. Mentés közben is úgyis meg kell venni embereket, úgyhogy. Ja, hú. Ja, megint itt vagyunk. Jó, az ismerős. Oké, nem jön semmi szembe. Oké. Gyorsabban, papi! Ugyanez az autó ment itt, amikor erre jöttem. Legalábbis ugyanilyen puttonyost előztem. Tehát ez ilyen érdekes, egy kicsit ilyen közművesített, de annyira mégsem. Van itt benzinkút, de fő... Hát ez... Nem tudom milyen izé ez, milyen vidék ez. Basszus, és meg egy csomó. Csomót kell még mennem. De itt legalább nincs autó, dehogy nem van autó, bazzai. Vagy csak szerintem ezek ilyen shortcutok, jaj! Ja, most távolodom éppen. Oké, okay. Ott kell majd visszafordulni. Hol? Itt? Ja, itt. Aha. Világító torony. Na. Ó, ez mi? Na, ezen a tájon nem voltam még az 1000%. Világító tornyot még nagyon nem látok, hogy ez ilyen... Az világító, vagy mögötte van? Vagy hol van? Ez ilyen mini világító torony? Mi volt? És miért lett ilyen izé? Miért most itt, de hát itt még nincsenek genyók, vagy van, de miért lett hirtelen ilyen? Én most félek ettől, miért lett ilyen sötét? Na ott már ott van egy genyó. Megállsz, állj már meg, állj meg. Oké.
fucking body out of here. You got me jammed. Jó, nem voltatok valami sokan. Hold your fire! I'm here to help you! Come mierda! Vense todo para pinga! You understand English? See? I killed the men outside. I only want to talk to you, so I'm gonna put my gun down, alright? If you try and fuck me, I kill you! Fair enough. Hú, ne már, de azt, azért azt majd add vissza a végén, mert ez nekem kell, az a hangtompító. Nekem hangtompítósom volt, nem is olyanom. I just spoke to him, he said he was sending a boat. Wait, you think it's a coincidence that as soon as you got here, those greaseballs showed up? Ja, hogy a nagybácsia hívta, ja, a nagybácsiával beszélt, hogy őt menekítse ki, és a nagybácsia árulta előtt, hogy ő itt van, és azért. Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up in the square. Everything is in a boxing ring that Tony Marcano owns, but it's already up and running. Yeah, that's all I need to know. Come on. It's time we got the hell out of here. Where are you taking me? I know someone who can get you out of the city. Make sure Marcano doesn't find you. Yeah. Oh, buzz mag. If you want to live through this, stick close to me. You understand? Ajaj, ez meg szerintem izé jogdíjazene lesz, hogy megpróbálok üvölteni. Le tudok erősítést hívni. Hoppá, szerintem ez izézene lesz, úgyhogy muszáj dumálnom, de nem látok semmit, az a baj. Jó, most már látok. Most ti mit csináltok itt amúgy? Ne basz, a krokodil megeszi őket. Bazd meg, hívtam erősítést, és a krokodil eszi meg őket. Hát ez remek. De várjátok viszont az ízét, a zenét, ezt lejjebb kéne vennem, mert ez tuti, hogy ízés lesz. Music, audio. Ja, nem tudom lejjebb venni. Ó, ne basz. Na mindegy, hát akkor reméljük, hogy ez nem lesz ízés. De nem... Na bazd meg, is nem látom, hogy merre vannak. Dögöljél már meg, bazzeg! Ó, hát itt a haverom is! Itt az Alvarez, majd ő segít nekem. Na ez az. Kéne most már lassan töltény is. Nem akarsz kimászni onnan? Na gyere már! I got a beat on! Just cutting us down!
time to die, prick. Ai, ai. Jó, csak kéne izé... Ez meg nincs sehol. Á, végre van töltény, találtam. Miből van ez baz... Fú, van 15 töltényem, az nem sok. Viszont kevés. Jó, egy ott Google még, az sunnyog bazzeg. Jó, várjál, előbb azért a pénzt összeszedem. Na, kapta. Úgy. Viszont most remélem, hogy nem fognak minket üldözni, mármint hogy úgy üldözni, hogy izé nagyon törni mindenfelé. Meg a rendőrök, meg a nem tudom, tököm tudja kik. Nem abba, de ne... Mindegy, menjünk. Menjünk akkor ezzel, leszarom. Hát, igazából megállhatunk mindegyik. Ó, jönnek utána, azaz. Akkor még jön szerintem szembe is. Picsába. Csak nincsen már több. Valamiért tudod, hogy már nincs több. Hát remélem, hogy nincs, mert végülis ott nagyon ügyesen átvágtuk magunkat. Ajaj, júj. Csak nem akarok most itt beleesni véletlenül a vízbe, vagy ilyesmi. Jó, szerezzük meg ezt az autót. No. Gyere, szállj már be. Igen, tudjuk, hogy a te autód. Jó, hogy most ez időre megy. Ó, bazzeg. Remélem nem a város leglassabb szarabb autóját sikerült ellopnom. Ajaj, jaj, jú...
Nem láttam a hidat. Ajaj, itt elég erőzésen már szaggat a gép, tehát... Érted, hogy ennyi mindent már nem bír egyszerre venni is, meg renderelni is, de nem baj, a gép kitart, én is kitartok. Tartsatok kicsi is. Hát ennek azért meg kell legyen. Hát bebasznom, hogyha annyi idő alatt nem tudnék elmenni A-ból B-be. Még ha a legtávolabbi kerületbe is, bár mondjuk, hát mondjuk azért nem mondok semmit még, mert... Sose lehet tudni. Na ez most már csökken, ez a csökken, jó. Na ez az úcsó, és akkor utána mára ennyi volt a gaming. Mert én már kiizgultam magam teljesen. Még menni kell. Jó van, ott lesz, ott van a cél. Menjél már odébb, menjél, te is. Na. Ez az. Most kihez jöttünk vajon? Lincoln. What's going on? I need your help getting this man out of the city. He's in a lot of trouble with Salman Khan. I don't... Hit the lepers. This who you told me about? Yeah, he's the one. Listen, father, I'm really counting on you here. I got nowhere else I can take him. Shit, I'm... All right. I know a Jesuit in New Mexico. He helps people in situations like... What needs to happen right now? Marcano's gonna tear the city apart and look for him. All right, I'll make the call. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. I appreciate this. Hozok neked egy nőt. Ja nem, azt nem, hát ugye, de atyám, akkor nem tudom, egy izé új kötésű bibliát, egy a legújabb kiadását. De igazából, ha már itt vagyunk, akkor amúgy ezt is teljesíthetjük, Szido. Ó, Tommy Marcano. Na szóval nem tudom, hogy igazából ezeket mindenképpen meg kell, vagy most haladjunk így, mert ha igen, mert amúgy itt van, látjátok, hogy a little closure. De ez nem biztos, hogy kell. Lehet, hogy ez nem kell. Haladjunk végig azon a vonalon. Én azt mondom. De mára ennyi volt. Lejárt a műsoridőnk, és hát még meg is kell vágnom. Ezért készült ezt, úgyhogy holnap ki fog kerülni majd ez a videó. Hogy vissza tudjátok nézni, és tudjátok természetesen lájkolni, hogyha tetszett, vagy miért ne tetszett volna. És holnap után az a szerdán, ugyan még élő nem lesz, a legközelebb élő ugye a csütörtökön lesz, illetve pénteken a héten. Szerdán, mivel ugye a mai rész kikerül holnap, és ugye elvileg szerdán nincsen semmi, de egy teszt ki fog kerülni. Ez igazából már ma elkészül, de most úgy terveztem, hogy akkor ma az élő van, holnap kikerül maga a játék, és holnap után pedig, amikor amúgy is egy ilyen üres nap lenne, akkor ki fog kerülni a Logitech G502-es egérről, egy ilyen nagyon jó kis gaming egérről egy jó kis teszt. És utána csütörtök pénteken pedig élővel várlak titeket szintén.
és aztán hétvégén pedig várható ismételten teszt a Same Bike 20 colos elektromos bringájáról, amit már eléggé régóta birtoklok, és hát már használtam is eléggé sokszor, de videót csak múlt héten tudtam leforgatni, úgyhogy, illetve a héten, úgyhogy a hétvégére az is elkészül, és hétvégén az is lesz minden bizonnyal. Úgyhogy ma ezen a, nem ma, hanem ezen a héten kettő teszt is jön. Hurrá, hurrá, végre mondhatjátok, meg gondolhatjátok, hogy nem csak ezek az unalmas szarjátékok vannak, de azért ne felejtsétek el, hogy lesz játék is, úgyhogy ez a pár ember, aki nagyon szereti nézni, és kitartóan itt van mindig, amit köszönök is nekik, azok nem maradnak játék nélkül. Aztán majd egyszer ki tudja, lehet, hogy 30 év múlva hirtelen megugrik a nézőszám, és legalább itt lesznek ilyen 6-7-en is. Konstans, no! Holnap után jövök, de videók addig is lesznek, tehát nézzétek a YouTube csatornánkat, a techbarat.hu-t is, és köszönöm, hogy néztétek a mai adást, ne feledkezzetek meg rólam, mert folyamatosan, már valaki írt, ja, anyám, úgyhogy megyek is, mert még van millió dolog, kellemes estét nektek, meg jó éjszakát, 3 nap múlva találkozunk élővel, holnap után pedig videók lesznek a techbarat.hu-n, illetve a YouTube csatornánkon. Szevasztok!